Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy videó, amit erről úgy gondolom egyrészt a Warframe megérdemli, másrészt pedig Skill Up-nak a legutóbbi videója inspirált, és egy kicsit szeretném lefordítani, hogy miről beszélt ő abban a videóban magyarra, hozzáadni az én személyes véleményemet, és Amazon aprócska luxus dolgot, hogy személyes és őszinte véleményemet. Hogy miért mondom ezt, ugye Skill Up azért nagyon-nagyon közel került, hogy is mondjam, a Warframe fejlesztőjéhez és a Warframe-hez, mint játékhoz. Félreértés ne essék, úgy gondolom, hogy az egyik legjobb játékkritikus odakint, az a fajta, aki leül és tényleg végigjátsza, vagy játszik azzal a játékkal, és nyomoz utána, és utána néz. Szóval egy olyan videós, amit mindenképpen figyelni érdemes, hogyha arról kerül a sor, hogyha szeretnéd tudni, hogy egy játék mit tud nyújtani mélyebben. Viszont egyben úgy is gondolom, hogy mivel ilyen közel került a Warframe fejlesztői csapatához, megeshet, hogy némileg elfogultan beszél kedvenc játékunkról. Tök normális, tök normális, szóval ez megesik. Én is elfogultan tudok beszélni néha a Warframe-ről, de azért igyekszem megtartani az objektív képet, ugyanúgy kiemelni a pozitív, illetve a negatív dolgokat is. Szóval igazából mi most a Warframe, ha ránézek hosszú évek táblatából, ugye már konkrétan ott vagyok az eleje óta ennek a játéknak, az egyik elsők között voltam, és ahova fejlődött manapság a Warframe onnan 5 éve egészen idáig, egy mondattal, amit az egyik régi ismerős írt az egyik videóm alá, hát barátom, ez már nem az a Warframe, amivel mi játszottunk. 2018-ra el lehet mondani, hogy a gamerek már azért, hogy is mondjam, félnek megvásárolni egy játékot, legalábbis én félek, már annyiszor megégettük magunkat, annyiszor ugye lettünk becsapva ezen a szinten, hogy ez a játék milyen fantasztikus lesz, és a végén nem volt az, és beleérkeztünk az alfák korában, a nem befejezett játékok korába, ahol mégis eladják nekünk azt a játékot teljes áron, aztán majd valahogy csak kijavítják, ha kijavítják, ugye. És néztem idén az E3-at, és hogy őszinte legyek, úgy olyan játékok voltak ott, amelyek engem általánosan véve érdekelnek, és nagyon szeretném őket ott látni azon a virtuális könyvtárban, hogy ott vannak ezek a játékok, és szeretném megvenni. És mégis minden bejelentésnél azon gondolkodtam, és azon törtem a fejemet, hogy úristen, csak legyen jó, ez a játék annyira jó volt valamikor, remélem, hogy nem kúrják el. Aztán ugye ott volt a Call of Duty Black Ops 4, és kiderülve az, hogy nem lesz neki single player kampánya, onnantól kezdve, hogy is álljak ez a játékhoz, miért vegyem meg? Tehát eleve félúton, ahogy a kampányt elkezdték csinálni, abba hagyták, hogy egy Battle Royale módot csináljanak. Még egy játék, még egy Battle Royale-dal. Ez aztán innováció, Call of Duty, gratulálok. Ott volt a Battlefield 5, ahol hát megígérték, hogy nem lesznek lootboxok. Ez igen, srácok, ez aztán innováció, ugye? Még a Battle Royale azt, ki kellett volna ugorjak a zsebembe. Érdekes módon, amikor bejelentették, hogy Battle Royale volt E3-on, ugye a Battlefield 5 számára, valahogy senki nem nagyon újjongott, vagy örült ezzel kapcsolatban. A Division 2, ami az egyik legfantasztikusabb koncepció, hogy őszinte legyek, talán ott az E3-on, illetve még a Division 1 is egy fantasztikus koncepció volt, csak sajnálatos módon hihetetlenül rosszul kivitelezve, amikor megjelent az első rész, és most is ott, én legalábbis ott álltam, és így vakartam a fejemet, hogy remélem, hogy nem ugyanazokkal a hibákkal fogják indítani, mint az egyet, illetve, hogy most, ahol az Division 1 tart, remélhetőleg fogják, és kijavítják a kettőt, vagy hogy eleve a kettőt onnan indítják, ahol jelenleg az egy tart, mert az egy egészen kultúrált formában van jelenleg. És mindegyik játék, ami úgy közel állt a szívembe, szépen lassan távolodik el tőle, és kétség
úgy kétséget fogadva nézem, bármit is kapunk tőlük. És ott van például a Destiny, egy olyan játék, amit ilyen overhyped voltam, hogy végre kijön PC-re, és őszinte leszek veletek, ez az overhype azért tartott is egy kis ideig, csak azért, amíg rá nem jöttem én is, hogy a gameplayen kívül, a fantáziavilágon kívül, a sci-fin kívül, amit én nagyon élvezek, és amit én ráhúztam erre a játékra, a lore története amúgy nagyon jó a Destiny-nek, de ugye nagyon gyorsan kiderült a gameplay nyújtott a sekéségek ennek a játéknak, és a fejlesztők most járnak ott, hogy második évre, a második évre, persze azt is jó pénzért fogják és valamilyen szinten javítják ki, ha egyáltalán javítják ki a játékot, mert csak trélereket láttunk megint csak, és nem tudjuk, hogy valójában mennyi content fog jönni ezzel a játékkal. És íme itt vagyunk, elérkeztünk a Warframe-hez, egy játék, ami 5 éve szépen lassan fejlődik. Emlékszem, még csináltam volt is egy videót ezzel 5 évvel róla, hogy annyira rosszul fotott még a régi gépem eletet. És ami behúzott engem a Warframe-be anno, az megint csak a sci-fi szeretete volt. Nem tudtam, hogy mi a játék, hogy a játék rettenetesen bugos volt, és nagyon rosszul fotott a régi PC-n, ugye. De mégis valami megfogott benne. Azt mondtam, hogy wow, ez oké lesz, ez rendben lesz, csak most inkább leteszem, amíg veszek egy új számítógépet. Mert úgy nem volt vele érdemes játszani, és a játék szépen lassan csendben fejlődött, és ugye elértünk mind a mai napig. És úgy visszavetve egy-két szóval, hogy történt ez a fejlődés, és azt kell mondjam, hogy azon kívül, hogy a Warframe-esek hallgattak a közösségükre, azon kívül azt hiszem, hogy egy szolid és egy ilyen vasakarattal vitték előre a saját terveiket. Tehát nem hagyták, hogy mindenhol a közösség befolyásolja a játék alakulását, megadták azért a közösségnek egy szintig, amit szeretnének, viszont ettől függetlenül egy vasakarattal vitték előre a saját elképzelésüket, és úgy gondolom, hogy ez az, ami most vezetett ahhoz, hogy ez legyen a Warframe, ami most van. Szóval ez az, hogy végre eljutottunk odáig, hogy nyílt terep, illetve, hogy esetleg irányíthatunk egy űrhajót, egy űrcsatát hozhatunk végre, amit keverhetünk archwingekkel. Az extra apró dolog, hogy az enemik feljönnek az űrhajódra, ott csatázol. A tudat egy valódi co-op játékért, és jó ideje Warframe ezzel vár itt veletek, és azt kell mondjam, azért megvannak az unalmas percei ennek a játéknak, és megvan az a végtelen grind, és érzed sokszor, hogy sosincs a vége, és azt mondom, na jó, itt elég volt, most már tököm ki van a Warframe-mel, leszarom, nem fogom már vele játszani, hagyjuk a videókat a rákba, mert ez a végtelen grind, ez néha ki tudja borítani a játékot. Persze aztán rájövök, hogy attól függetlenül ez a játék még mindig nem az a játék, mint egy másik MMORPG, aztán tényleg vételességig kell valamit lootolni. A Warframe neked ezt megadja egy pár órán belül, és időről időre, amikor meglátom, hogy miket hoznak be a játékba, így hát, bitch please, ez a játék kurva, én nem is értem, hogy gondolhatom azt, hogy nem játszom vele, és mert mindig sikerül ennek a játéknak felébresztenie azt a hype-ot bennem, és azt mondja, azt a kurva, igen. Na, ez már igen, egy AAA kategóriás játék nem képes egy DLC-jében ennyi tartalmat adni, mint egy ingyenes játék az Isten szerelméje. Igen, a gazdasági modellje mikrotranszakciókra épül, de nem faszom lootboxokra, amit megveszel pénzé, és nem tudod, hogy mit nyomsz ki. Itt a pénzedért azt kapsz, amit megveszel, szóval ez rettetően fontos. A Tenogen skinekben vannak emberek, akik ki tudtak lépni a mindennapi munkájukból, hogy csak ezzel foglalkozzanak. Szóval
Mi lenne, ha például az Activision, a Bungie a Destiny-vel csinálná ugyanezt, hogy a játékosai modokat tudnának, történeteket kreálni hozzá ez a játékhoz? Hol tartana akkor most a Destiny? És egyes embereknek meg tud változni az élete, csak azon apróságból, hogy a játék fejlesztője nem eltitkolják a játékot és annak fejlesztését, hanem itt van, nesztek, csináljatok és tegyetek valamit hozzá ez a játékhoz. Szóval itt tart jelenleg a Warframe. Persze, ez is egy játék, szóval nem arról van szó, hogy mindig rózsás és tökéletes, mert oda kell menni, játszani kell vele, és mint ahogy mondtam, megvannak a Warframe-nek azok azon pillanatai. Igen, megesett, hogy mint veterán játékos, kis erről skill-up nem fog beszélni, tehát megesett, hogy mint veterán játékos, igen, neked már nem túl sok kihívás van ebben a játékban, csak mint veterán játékos el tudom mondani, hogy ne azt nézd, hogy mennyi kihívás van ebben a játékban, hanem azt nézd, hogy mennyi játékpercet fog nyújtani neked mindez az új tartalom, mindaz, amit behoznak, a fejlődés, amit behoznak. Nekünk, mint veterán játékos, könnyű elérni oda, hogy kimaxoljunk egyes dolgokat, már csak arra kell fókuszálnunk, nem pedig arra, hogy mint egy közép félúton lévő játékos, vagy egy kezdő játékos arra hihetetlen mennyiségre, amit a Warframe tud ajánlani, mert igen, tud ajánlani. Rettentő szintű játék mennyiséget, játék órát tud ajánlani a Warframe egy nem veterán játékosnak. Persze, hogy a veterán játékosok panaszkodnak, mivel, hogy ugye konkrétan nekünk csak arra kell fókuszálni, ami új ebben a játékban, semmi másra, mert minden másra már azért rendelkezünk, hogy őszinte legyek. És emiatt azért megesett, hogy a veterán játékosok panaszkodnak. De nem mondhatnám, hogy a Digital Extreme elhagyta a veterán játékosokat, mert íme itt jön Fortuna, ami egy új endgame lehetőséget ad, és itt lesz majd a Railjack utána, ami új játék lehetőséget ad, nem tudom, hogy endgame vagy nem endgame lesz, de egy új játék lehetőséget ad. Melyik AAA kategóriás játék képes ennyit adni, hogy őszinte legyek? És ilyenkor így csak gondoljatok arra az egyszerű tényre, hogy a Black Ops 4 egy tetves Battle Royale móddal jön ki, nem egy single player kampányjal. Szóval, hát le a kalappal a Warframe előtt, és nem azért mondom, mert hogy partner vagyok, vagy hogy szeretem ezt a játékot, nem, látom ezt a játékot így kívülről, belülről, már annyit játszottam vele, látom a lent és a fent oldalát is neki, viszont a top 10 játékok között van, amelyek nem arról szólnak, hogy a pénztárcádat zéróra akarják kiszívni, nem arról szólnak, hogy nesze itt van semmi, fogd meg jól és fizess érte, hanem egy ingyenes játék, amit folyamatosan fejlesztenek, folyamatosan adnak hozzá kontentet, nem kérnek érte pénzt, van egy mikrotranszakciós modellje, de azt kapod, amit megvásárolsz, semmi átbaszás ezen a téren, semmi csalódás ezen a téren, és melyik játék adja ezt manapság egy ilyen ingyenes modellel? Még a legtöbb ingyenes modell is úgy van kitalálva, hogy egyszerűen kiszipolyozza a pénzt, pénztárcádból, míg a Warframe ezt azért nem mondom, hogy nem kell nekik a pénz, de ezt nem erőltetik túl, és tolják a pofádba, hogy hő, így kéne ezt, és ezt vedd meg nyissál lootboxokat. Szóval nálam ezek a dolgok, azok, ami ebben a videóban elmondtam, amik mindig vissza tudnak hozni a Warframe-hez, és mindig nyújtanak egy jó játékot az unalmas perceibe, vagy éppen a csalódott perceimbe, amikor elmegyek egyet BF-ezni, kodozni, vagy Destiny-zni, vagy akármelyik másik játékot játszani, ami fönt van a gépemen. Srácok, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, a Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni nyugodtan, a klánba is lehet csatlakozni nyugodtan, jelentkezni a Facebookomon keresztül lehet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!